Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és most PS5-ön fogjuk tovább folytatni ezt a nagyon szuper kis OTP bankligás cuccot. Rég játszottunk ezzel, úgyhogy amíg dumálok, menjünk is bele. Gondoltam, hogy játszunk egy picit a kieső jelölttel, hiszen mondtátok sokan, hogy hát mindig Fradi, Vidi, meg ilyen komoly csapatokat toljuk, legyen gyengébb is. Teljesen rendben van, az egész OTP bankligát szeretem. A meccseket a kieső házba, az alsó házba, minden jöhet nekem. Úgyhogy nézzük meg ezt a nagyon izgalmas, de annál fontosabb párharcot, DVTK, illetve Puskás Akadémia. Puskás Akadémiának nagyon fontos lenne bebiztosítani a másodiket, hát a Diógyőr pedig hát menekül. Mondjuk azt, hogy menekül, mert nekik meg a bemaradása fontos. Pontszámokban egyébként jobb a Diósgyal, megnézitek, 69-es támadó, miközben a Puskás Akadémián csak 65, középpálya 66-66, a stim. Védekezésben is jobb a Diósgyőr, 66-61 ellen. Szerintem a Puskás Akadémia csak egyszerűen jó formában, nagyon jól összeállt az egész, a Diósgyőr pedig nem. Egyszerűen azt a bizonyos fonalat nem kapja el. Na de nézzük is mezeket, hiszen Diósgyőrnél Jézusom van vagy 4. De jó ég, micsoda mezek. Nagyon állat. Na mindegy, jó lesz a hazaiba. Puskás Akadémiánál váltsuk le ezt a sárgát. Legyen a kék, harmadik számú, teljesen tökéletes. Stadion is, új DVTK stadion. Mennyire nem MB2-es. Durva lenne, ha ők is kiesnének, legalább olyan kemény lenne, mint a Debrecen, illetve a Vasas, úgyhogy én szurkolok nekik. Majd meglátjuk. Jó, állítsunk egy kis csapatot, már nekem ez így nagyon nem tetszik. Szeretném a legjobbakat ott tudni a csapatba. Grozev teljesen oké, és Drazsic, hát az biztos nem. Tehát az a helyet van Rossi. Mennyivel jobb, Jézusom. Ivanov helyett is, akár Molnárt behozhatjuk. Sőt, ott van Szújics is, a csodacsere. Na jó, használjuk őt, aztán majd itt legalább lesz csere lehetőségünk. Sesztákovics bejöhet szerintem. Meglátjuk, milyen pontot kap. Aha, nem annyira jó. Ott van Iszlai. Hát ezt mondom, tehát itt lehet azért fejleszteni a keretet. Pikket tudjuk még kiszedni. Helyette Memollát berakjuk. Na ez így már szerintem perfekt. Másik oldalra is benézhetünk, milyen pontszámok vannak. Azért ott a középpálya ez elég erős. Knezevics, az durva. Illetve meglátjuk a kapus, milyen formában lesz, meg persze Baluta. Na de, kicsit fejlesztettünk a csapaton. 10 percet fogunk játszani. Szerintem az alatt kiderül, hogy ki a jobb. Megnézzük. Én azt mondom, hogy menjen, aminek mennie kell. Mindjárt betöltünk szép stadionba, és akkor neki is megyünk a Puskás Akadémia együttesének. Szurkoljátok, srácok, jó lenne a Diósgyőrt megmenteni. Na nézzük is. Ó, de jó, micsoda aréna, teltház, ott a Diósgyőr zászló. Mekkora hangulat, ezért imádom ezt a peshumpecses témát. Óriási hangulat van. Játékosok vonulnak ki, tök jók az arcok, tök jók a mezek, minden nagyon rendben. Papa, ott áll elő, nézőtéren, nagyon komoly. Kamerás fickó, az M4-nek nyomja a meccset, hihetetlen. És ott van az ultra, itt pedig a Puskás Akadémia nagy ultrája tapsolnak. Ú, de mennék már ilyen meccs a srácok. Jó ég. Na nézzük is. Hegedűs, Maxnak passzol. Vissza Hegedűs felé, Memolla indíthat, belelépnek. Belelépnek, de még talán nincsen veszve semmi. Márkvárt. Molnár, akiben beletettem a bizalmamat, meglátjuk, hogy megérte. Egy beadás, ez nem sikerül annyira jól, de végül is még nem rossz a helyzet, még egy jó lövés is lehet belőle! Fölé szállt. Áj, ez nagyon fölé szállt, pedig egészen ígéretes volt szakció. Mindegy, nézzük végig, menjen, pörögjön a meccs. Harmadik percben vagyunk. Lehet picit támadóbra rakjuk fel. Szújics ugye csereként beállva bizonyított a Fradi ellen is, meg hát több ízben volt jó csere. Meglátjuk, hogy kezdőként. Most mire megy? Egyből védenie kell a kapusnak. Nem semmi. Jó lövést teresztett már a Puskás Akadémia, de mi izgalmasan kezdődik a meccs, azt kell, hogy mondjam.
Dio és Push, a két rövidítés, vicces. Gac, nagyon mellé, fejes, szöglet után. Oké, skippeljük is el. Hú, nagyon ráálltak itt az embereinkre, nehéz volt normálisan kiadni. Végül is meg lehet memolla, futhat meg a szélen, nagyon gyors a fickó. Egy jó passz Molnárnak. Jó beadás? Nem. A beadások egyszer rendre nem sikerülnek, úgyhogy, sőt, még a fejes se. Szabálytalanul sikerül csak. Nem baj. Baluta volt az, aki kiharcolta. Végül is Nunas rúghatja előre. Milovic, ez szerintem könnyedén, így van, könnyedén megszerezte. Egyenlőre. Nagy nehezen sikerül közbeavatkozni, és azonnal el is adjuk a labdát. Ez így nagyon nem jó, az önbizalom nincsen rendben. Egyenlőre Gorzáv, Maxnek Szújics próbál zavarni. Ez nem történik meg. Ott elcsúszik Grigic, Islai. Nagy Zsolt sikerül leszerelni, ez eddig jó. Az még egy jó indítás lehet? Ez ott azért volt egy kis szabálytalanság. Hello, bírósportás. Még csak előnyszabály se, semmi. Nem kaptuk ezt meg. Nem látta szabálytalannak a bíró. Grigic mehet rá, de lemarad, mint a borravaló, kérem szépen. Épp hogy sikerül beletenni egy dirós győri fejet. Jó. Hát, ezek a pontatlan passzok. Kicsit lassítani kell a játékot. Átgondoltan építeni egy támadást. Megpróbálok majd, mert ezek a kontrák nem. Egyszer nem a járható. De ez nem a FIFA, kérem szépen. Most jut eszembe. Ott hát konkrétan csak kontrák vannak. Itt azért Pestbe lehet szépen építkezni. Jó, ez meg is történik eddig. Csak már zár vissza a Puskás Akadémia, ezt annyira nem akartam, de ott van a lehetőség. Még mindig nálunk a labda. Pedig már kétszer azt hittem, hogy elvesztettük. Egy jó lövés és blokk! A blokk. Pedig jó volt. Volt benne erő is, azt hiszem. Mindjárt visszanézzük, mert kíváncsi vagyok, hogy amúgy jó lett volna-e. Ó, hát ez tekeredett volna. Na jól van, mindegy. Nézzünk valamilyen. Így. Kis taktika. Márkvárt fogja beívelni. Molnártól a fejes. Nem jön össze. Islai. Memollának vissza. Jó beadást terveztem vele. Hát ez nagyon rá van tapadva, úgyhogy inkább visszapassz Molnár. Megint beleérnek. Egyszerűen minden lövésbe blokkolnak. Így aztán nehéz valami helyzetecskét kialakítani. Ublik, Meissner, Kis, felé a labda, sikerül átvenni, és sikerül, Plisek. Nagyon jó indítás, erre figyelni kell Hegedűsnek, fut rá, egy rossz becsúszás, nem baj, második ütemben fog érkezni Memolla, és meg is szerzi a labdát. Márkvártnak passzol, azaz ne fussunk, ne vigyük a labdát felesleges, hogyha lehet passzolni is. A szép. Érdel, ó, hát elcsúszik, pedig azért mehetett is volna. Na jó. Egy több lövésünk van, én azt hiszem, hogy normálisabb a játékunk, kicsit összeszedettebb a Puskás Akadémiánál, de gólra nem tudjuk váltani. Az a jó szerelés. Hát, hihetetlen. Nagyon pontatlan játék, most is hát átlépi a labdát, könyörgöm, hát ne legyünk már ennyire magyarok. Jó ég áldjon meg. Az teljesen rossz lövés, kirúgás. Ott a csúszkálás középen, vicc. Na jó, adjuk ki. Rúgjuk előre. Játszunk akkor magasan egy kicsit. Tovább pöckölés. Hát az azért megint csak egy elég szabálytalan megmozdulás volt, nem volt túl tiszta. Tegyük át, egy kicsit még van idő, támadás még bőven be tudunk fejezni. Nem kell kapkodni. Jó, ne legyen kínos 0-0.
arra azért figyelünk, hogy legalább egy gól vagy valami legyen. Az egy szép indítás lehet. Egy jó beadás alapvonalról, hát az meg ezt kiviszi. Hát ez hihetetlen. Oda a labda birtoklásunk, hogyha nem sikerül belőle gólt szerezni. Hiába van 3%-kal nagyobb. Ez a pályán egyébként minimálisan mutatkozik csak meg. Inkább ilyen nagy harcokról van szó. Jó, még talán egy kontra belefér. Még itt meg lehet indulni. Azt hiszem. Így van. Molnár. Ott még egy jó lövéssel befejezheti az akciót. Jó volt egyébként. Ez korrekt. Lövés volt, kapus szépen védett lábbal. Végülis 0-0 az első fél idő. A játék jó volt. Kibontakoztunk. Fogtuk a Puskás Akadémiát. Meglátjuk, hogy a második fél időben ezt gólra tudjuk-e váltani, hiszen azért a fölény nálunk volt. Szerintem passzokban is sokkal többet sikerült érvényesíteni. Meglátjuk, meglátjuk. Még egyenlőre nem cserélünk. Kezdődjék tehát a második fél idő az OTP Bank Liviában. Hétközi forduló. Játékosok majd mondhatják a mérkőzés utáni interjúban, jaj, de fáradtak, meg izé. Na de a lényeg az, hogy nyerünk vagy nem nyerünk, ez itt a kérdés. Kisfelé megy a labda, Pliszeknek nagyon jól tovább passzolta. Az egy nagyon szép közbelépés Molnártól. Ott lehet a jó passz, nem éri el, hát ez hihetetlen. Még ott csordogált a labda. Ezt neki fut. És a lábak között megy tovább. Úristen, mit kell védeni? Hát nem hiszem el, hogy erre szükség van komolyan. Kicseréljünk le. Senkit? Senkit. Egyébként senkit. Tehát össze kell szedni magunkat. Még ne a cserébe bízzunk. Szöglet. Balutá lejön. Ez egy szem csatár helyett egy másik. Látjuk, hogy mit érnek vele. Szulics futhat, és tényleg nagyon gyors egyébként. Grozev talán még gyorsabb lehet. A szélen 99-essel fut utána a Puskás Akadémia védője. Ez jó lehet, sikerült lerázni. Nem. Amikor azt hiszed, hogy sikerült lerázni, akkor jön és leszerel. Hihetetlen. Iszlai nyargal hátra. Próbálja zavarni támadás építését Puskásnak. Nagy. Knezevic, hát ez parádés szerelés. És nem sikerül paszt átvenni, pedig pontos volt egyébként. Megint nyomjunk egy kis támadást, én azt mondom. Kicsit feljebb vezényeltem a csapatot egyébként. Az jó lehet. Rövid. Rövid, rövid, rövid. Ott szépen összerúgtak a srácok. Ott vannak izéjét, csetepaté, mit tudom én, rugdosódás, de sem. Az majdnem szép szerelés. Csak ott volt egy láb, az volt a baj egyébként, úgyhogy sikerült ezt telibe kirúgni. Jó, hát megesik az ilyen. Na hát, csontok törnek. Előfordul. Jó, rohanjunk ki rá. Nem, lepasszolja. Áj, nem hiszem el, nagyon jól fedezi a labdát, talán de elvégzik gyorsan, és akkor nem lesz veszélyes. Nem végz ezt, nem, nem. Grozev helyett van eszeket hozzuk be, egy ponttal végül is jobb lehet. Megnézzük, hiszen már 61. percben jönk, és nincsen gól egyszerűen. Fejét beleteszi a védő, sorfalból valaki. Ez egészen jól sikerült. Márkvárt helyett. Hát... Rossi. Legyen Rossi. Középpályáról jó, meg tud indulni, alapból erősebb pontszáma van. Csak a rossz poszt miatt kap egy picit gyengébbet, de a képességei teljesen rendben vannak ott is. Kicsit taktikázunk. Fut is, fut is. Megint bele kell érni. Jó. Azaz. És nem. Hát ez hihetetlen, ez a passzpontosság, ez lényegesen nagy probléma. Ezt meg tudnánk oldani, akkor sokkal jobban is játszhatna a csapat. Szulics, még mindig van benne erőtartalék. Úgy, lelassítottunk a passz előtt, hogy pontos legyen, végül is sikerül bent tartani. Jó ég. Ott a beinduló Rossi.
De hát, majdnem belesérülnek ott az ütközésbe, de nem fúj semmit a bíró. Versenybalesetnek ítélte a dolgot, az viszont szabálytalan. Vagy nem? Nem! Ezt is engedi tovább, mert itt a kemény játék. Hát akkor nem szórakozunk, nem figyelnek a passzra az elől lévők. És beleteszi magát a csávó. Jézusom, micsoda akrobatikus passz. Nem semmi. Ott nincs ember, fiú, ott nincs ember. Túl erős volt ahhoz, hogy valaki is elérje. Latifi jöhet be, nem a Forma 1-es, hanem az NB1-es focista. Zivulics, behozzuk őt is, megnézzük. Aztán közben elfogyott a cserénk, úgyhogy valamit mutatni kellene egyszerűen. Nem jönnek ezek a gólok. Baj van. Ami pozitív, hogy az ellenfél részéről se történt eddig semmi. Azt hátraadjuk, nem. Mégse. Jó. Szulics, egy beemelt. Nagyon jó. Nem, összeakadnak. Ne! Kivédi, de hogy? Hát... Ma... Hogy védte az ki? Megint micsoda formában van a Puskás Akadémia kapus ez? Komolyan nem hiszem el. Hát ott pedig simán leszerelnek minket. Nem jó, nem jó a becsúszás se, figyelni kell erre. Ó, hát itt csak futhatunk a bot után. Azt hiszem, hogy ez jó lövés volt. Nem gyenge löketet eresztett meg. Végül is tudta védeni a kapusunk. Jó? Az úgy szép lehet? Nem, megint a vége. Kapus hibázik? Nem. Egészen pontos lett az. Jó? Estében milyen gólt lő? Olé! Hegedűs! Estében lőtt el, mégiscsak nem volt jó az a kirúgás, vagy hogy mondják ezt? Micsoda passz! Jézusom, ott az tökéletes, és estében lövi el, nem hiszi el senki, hogy mekkora gólt lőtt. Á, te jó ég, hegedűs! Tökéletes! Úgy átveri a kapust a balfácán mozdulattal, hogy beakad a hálóba. Ez hibátlan! Átcserélhettek. Bízok benne, hogy ez a meccs megvan. Nem kiabálom azért el, hiszen még van belőle pár perc. 84-nél járunk. Ez varázstalálat volt. Semmiből jött. Én már azt hittem, hogy itt nem lesz gól, és mégis. És mégis. Megint egy összeakadás. Grigics. Húha. Nagyon figyelni kell hátul. Jó. Elég furcsa mozdulattal, de felszabadítanak. Az nagyon csúnya volt a belépőm, nem kellett volna. Úgy villan a sárga. Igen. Azért elnézést is kértem volna, ez teljesen rossz ütemű volt, Latifi. Át, ott se volt a labda. Visít a fájdalomtól. Oké, ez tök korrekt volt, viszont szabadrugás jó helyről. Hát ezt nem hiszem el. Ez hihetetlen. Hát veszekednek, hát ez semmit nem ér. Fiú, ezt beszívtuk. Óriási szabadrugás gól. Gamba jár. De jó ég, mekkora gólt lőtt a csávó. Úristen, hát kapusunk keresi magát a hálóban még azóta is. Nézzük meg még egyszer, lassítva. Bá, fejek fölött elszáll. Ez hihetetlen, egy-egy zállás. Mit hozott ez a 80. perc? Fussatok, fiú! Max! Valaki lője már be az Isten szerelmére! Nem! Zivulics! Nem! Hát ezt nem hiszem el. Még mindent beladok. 4 perc a ráadás. Át, összeverekednek! Hát, mi történik? Nem hollá! Nehogy pirosat kapjon. Bazd meg!
Megkapja a pirosat. Nem volna. Jaj, édes Isten. Ó, hát nem volt ez annyira durva, ne. Jaj, te. Piros lapot kapunk a végén. Hát ez hihetetlen. Az, nem hiszem elmúgy. Nem jó, nem jó az indítás, szétölkesve. Nem hiszem el, hogy gólt kaptunk, és utána jött a piros lap. Ez azért rendesen odavágott. Nyom a puskás is, azért valahogy ez bírjuk már ki, srácok. Tehát ez... Húzzuk ki, fújja le, fújja már le! És megint szabálytalan vagyok, hát nem lehet egyszerűen szabályosan leszerelni ezeket. Aj. Jó, nem kell lap, elég volt, mert eleget büntettél. Te, Spori, te. Latifi. Miket harcolt ki ez a csávó a csapatnak? Amúgy. Na figyeljünk, 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 figyeljünk. Azaz! Még hangja is volt, ilyen csattanás. Rúg már el! Na végre, na végre! Egy-egy. És az a baj, hogy örülnünk kell ennek az egy-egynek. Mert a végén piros lapot is benyaltunk, és a Puskás Akadémia támadott, nem mi. Nagyon izgalmas volt ez a második félidő, az elsőbe csak ismerkedtek a csapatok. Itt meg olyan izgalmak voltak a végére, hogy ezt nem is hiszem el komolyan. Remélem, hogy tetszett nektek. Na ezért imádom az NB1-et, rohadt jó volt, nagyon élveztem. Írjatok még meccs tippeket, hogy miket nyomjunk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legyetek jók, iratkozzatok fel a csatornára, és nézzetek sok NB1-et. Sziasztok!